Itt vagyunk az állat- és növénykertben, és ezen a különleges helyszínen itt ül mellettünk Pindrok Csaba. Csaba, miért fogadtatok örökbe Pelikán? Kérlek szépen, a Thália Színházban játsszuk a Tanú című darabot, aminek ugye főszereplője Csányi Sándor, akit különben Pelikán elvtársnak hívnak. És hát nem titkolt szándéka ennek a sajtótájékoztatóval egybekötött örökbefogadásnak a darab népszerűsítése is. Ebben a darabban Virág elvtárs szerepét vette már Cserhalmi Györgytől, és Tusinger, illetve Dániel elvtárs szerepét pedig Szabó Győző. Azért vagyunk itt, azért fogadjuk örökbe a Pelikánt. Nem tiszta szívjóságból, hanem egy pici, hogy is mondjam, érdekből is, de attól még nemes az ügy. Van egyébként miértje annak, hogy átvettétek a szerepet? Tehát gondolom nem aláígérté Cserhalminak aztán azért. Nem. Cserhalmi György Székesfehérváron szerződött, és mint szóltál pedig a Centrál Színházban. Ennyi az oka. Most ugye 2012 Mikulásán mutattátok be, de a film az maga, ha jól emlékszem, 69-es. Mi lehet annak a sikere, hogy ez még mindig ekkora nagy kultusz és ekkora nagy siker? Nem tudom, 4 napunk volt a beugrásra, úgyhogy nagyon nagy öröm volt ez számomra, mert tényleg így teljesen bele tudtam süppedni ebbe a világba, olyannyira, hogy ezek a emblematikus mondatok tényleg nem tudtak agyon nyomni. Nem tudom, egyszer csak azt vettem észre, hogy bár ez egy feldúsított szövegkönyv, korabeli Péter Gábor, Kumbilla, Rákosi, de még kádárbeszéd is van benne, de olyan szinten korképet ad arról a világról, amiről te már nem, de én még azért keményen kóstoltam valamit. És hát egyfajta, akkor is ki tudták nevetni az emberek, azért is tiltották be, 10 évig dobozban volt, mert akkor is már egyszerűen nevetséget váltott ki igazából. Kellően önironikus nép vagyunk szerintem, azért ki tudjuk a saját kicsiségünket ilyen értelemben nevetni. Iszonyatosan megcsípte azt, ami ebben a szocializmusban, vagy kommunizmusban utopisztikus. És zárójelbe tette az egészet. Imádják a nézők is érdekes módon. És egy kicsit a kulisszáról, hogyha egy ilyen szerepváltás történik többen is, akkor ti megbeszélitek, hogy kinek ki legyen az új szerepe? Tehát te akartad ezt, vagy te kaptad ezt? Ez egy bonyolult ügy, és ebben most nem mennék bele, de eredetileg is úgy volt, azt hiszem, hogy ezt én fogom játszani, csak aztán közben volt színházi egyeztetési probléma, úgyhogy ez egy gesztus volt a színház részéről. Én azt gondoltam, hogy én nem vagyok egy virágelvtárs típus, de Balikő Tamás azt mondta, hogy itt a Pelikán a lényeg. A virág az képvisel valamit, és ott nem kell korpuszban annyira hasonlítani a nagy idolhoz. Tehát mi ezt nem beszéljük meg, hanem a művészeti vezetője a színháznak, illetve a vezetése dönt erről. Én ennek nagyon örültem, de nem volt beleszólásom. És hát végezetül most már azért jó sok darabban láthatunk a Táliában, de mérlegelsz, vannak kedvenceid, vagy egyáltalán van olyan műfaj, ami hozzád közelebb áll? Azt hiszem, hogy egy remek döntés volt ez az átigazolás. Bár szabadúszó voltam előtte, de mégis csak a Végszínház 13 éve, ahol még máig játszom és megtartottam a szerepeimet, valahogy gazdám, vagy abba szocializálódtam, de nem kaptam ott olyan szerepet, mint például a Boeing, aminek ott voltál a sajtótájékoztatóján, ahol egy igazi nagy sármőt eljátszottam színpadon, és hát hál' Istennek nagyon nagy sikerrel fut a darab, és hát lírai vígjátékként apostrofálva egy pillanatra se húzzuk le a gatyánkat, és mégis sírva nevet a közönség, és boldog. Ez egy nagyon nagy történet volt, utána rögtön tulajdonképpen egy Móri Zsigmond novella megfilmesítése volt, egy nagyon intenzív 2 hét az életemben, ez a Galambpapnyi, ami szintén egy nagyon, nagyon erős munka volt, olyat, amit még idáig nem csináltam, egy református lelkész, akiről azt gondoltam, hogy egy nagyon szűk keresztmetszetben féltékeny pipogya férj, és kiderült, hogy Móri zsenében, hogy ez ilyen ez a sztori. Utána rögtön volt ez a tanulbeugrás, amit nagyon szeretek, és most is próbálok egy színdarabot, a Galócát, amiben egy titkárt játszom. Kedvencem talán most a Tanú. Bocsánat, ez kicsit. Hát köszönjük szépen, akkor sok sikert!